Október 27-én ünnepelte 75. születésnapját az utóbbi évtizedek magyar labdarúgásának egyik meghatározó egyénisége, Csank János. A mesteredző több mint 40 év alatt trénerként két különböző csapattal is NB1-es aranyérmet tudott nyerni, de emellett egyedülálló módon volt bajnokcsapat edzője az NB2-ben, az NB3-ban és a megyei első osztályban is. Hosszú dicsőség listáján előkelő helyet foglal el a Ferencvárossal szerzett bajnoki cím. Stábunk többek között ezt az idén éppen 20 éves diadalt is felidézte az első nagy sikere helyszínén Vácon 5. ciklusát megkezdő szakemberrel, akivel stílszerűen a Vác FTC 2 NB3-as bajnoki mérkőzés után nosztalgiáztunk. Kevesen tudják például, hogy a játékos korában kapusként szereplő Csank János már a 70-es évek elején egy lépésnyire volt attól, hogy a Ferencvárosba igazoljon. Pontosan itt voltunk, itt ezen a pályán játszottunk, NB1-s válogatott voltam, NB2-es válogatott, NB3-as válogatott, csináltak ilyen felmérést, akik 23 évesek voltak azoknak, a válogatott, itt játszott edzőmeccset a Váccal. És mi egész héten itt voltunk gyakorlatilag, és a meccs előtt csináltak egy ilyet belőlünk, összeválogatták az NB3-as, azokat, akiket néztek, és akkor egymással játszottunk. És akkor a Friedmanszky Zolibá, akkor a Dálnoki Jenő, akkor a Gulyás Géza, meg a Kalocsai doktor, aki akkor volt az edző, kijött, tárgyaltak velem, hogy akkor nyártól ott vagyok. De ez májusban volt, hogy akkor engem leigazolnak a Ferencvárosba. Pesten játszottunk meccset kettőt, a Ganzmanvágnál, meg a Spartakusznál, mint NB1-be, és a Géci kijött megnézni engem, hogy én leszek a vetétársa, mert mindenki tudta, hogy megyek a Fradiba. Az egy zűrös időszaka volt a Fradinak, épp olvastam a sportban ilyen visszaemlékezéseket, hogy akkor a Kalocsai doktort hát kinyomták, és akkoriban végül az edzők igazoltak, és én voltam az embere, nem tudom ki jött utána, mert emlékszem pontosan, ő meg a Vörös Bélát hozta pénzügyőből. És ugye akkor volt az, hogy megsérült a Géci, úgyhogy ha akkor engem leigazolnak, ha vak vagyok, akkor is úgy mondjam, kellett volna, hogy védjek a Ferencvárosba. Bal szerencsém volt, nem tudtam oda kerülni kapusként NB1-be. Valami nevem volt azért, mert minden NB1-es kapus ismert, akikkel találkoztam, de hát ez ilyen volt, akkor elég sok jó spiller volt. Ami játékosként nem sikerült, az összejött trénerként. Csank János a Békés Csabával 1988-ban kupagyőztes, a Váccal 1994-ben magyar bajnok lett. Egy évet eltöltött Görögországban is, majd szűk két év alatt szövetségi kapitányként VB pótselejtezőig jutott a válogatottal. Így már rutinos edzőként érkezett 2000 nyarán a Ferencváros kispadjára. Majd rögtön egy szezon alatt bajnoki címig vezette az 1996 óta aranyérem nélkül álló FTC-t. Érdekesség, hogy az akkori vezetés már egy évvel korábban megpróbálta leigazolni Csankot. Ez azonban csak egy szezon késéssel sikerült. Szegény Páncsics Miki meghívott engem oda edzőnek. De közben én a Videótonnal megegyeztem. NB2-es volt a Videóton, hát a Faradit nem illik visszautasítani telefonon, találkoztam vele Szentendrén. Hát ezt még csak szóba egyeztem meg a Vidivel egyébként, és hát nem, hát mondom, mit mondjak, mondtam olyan összeget utól, hát hogy leesett a székről, de én, hát mondom, megadja, akkor tök mindegy, akkor van, mondom, Vidinek, akkor gyerek, nem tudok mit csinálni, de úgy mondom, egyébként nem nagyon szerettem volna bevallom őszintén megszegni a szavamat, ezért is mondtam egy ilyen hatalmas nagy összeget, és akkor persze elmentem a Vidibe, és ott megnyertük, és utána mentem vissza, akkor vettem át a Fradit, de mondta, fölhívott Páncsics, de felejtsd el a múltkori számot, azt mondja, hát mondom, jó, az csak hülyéskedtem, azt mondja, tudtam egyébként, hogy mókázol. Egyik nagy szurkolom, Furulyás János mondta, hogy minden idők legyengébb Ferencvárosa volt a bajnokcsapatok között, mert engem ezzel akar támadni jutólag, de hát nem tudta, hogy ez nekem dicsőség egyébként, mert ugye egy gyenge csapattal bajnokságot nyerni, azért ahhoz kell egy kis szakma. De egyébként nem volt annyira gyenge idézőjelben. Akkor találtak ki az MLS variációjában, hogy volt 5 meccs előtt, ilyen kis csoport, vagy mit tudom én, tök mindegy. Lényeg az, hogy kellett játszani 5 vagy hány meccset, és akkor annak a pontjaival mentünk be a éles bajnokságba. Volt 3 csoport, vagy így valahogy, már nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy hát ott voltak zűrök, az az igazság, és elbízott, hogy Dunaújvárosra kaptunk egy 5-öst, és mikor jöttünk be, kanyarodtunk az Üvüli útra, lóbálták a buszt a szurkolók, így szálltam ki, mondom, biztos pofán várnak, tele állt, volt 1500 ember, de úgy nem volt semmi, de érdekes volt a dolog. Akkor jött a Gera,
meg volt a, tehát egy-két ilyen fiatalabb legény, a Gyepest akkor tudtam igazából beépíteni. Gerán látszott, hogy istádott a tehetség, de iszonyatos gyenge állapotban volt. Tehát a légy rászállt, azt hanyat esetben tényleg. És foglalkoztam úgy vele külön mindig edzés végén, meg egyszer babkaró, és emlékszem, hogy játszottunk a haladás ellen otthon, de az még ott az eleje volt. Na, mondom, én mondom a Vas Lacinak, te mondom, itt kínozzunk mindig itt a gyereket. Három-egyre vezettünk. Volt hátra vagy 10 perc, hogy miért menjünk. Na, mondom, bemegy, hagyszok ki a légkört. Hát erre, mit ad Isten, a B-közép előtt rúgott egy gólt, és ugrott egy szálltó. Na, mondom a Vasnak, ezt elhibáztam, öreg. Hát mondom, ezt most ha nem teszed, mert megölnek. A szátot bedobta, hát elájult mindenki. Na ezt utána, de egyébként ő jól jött föl, meg és tényleg ösztönös tehetség volt, de nagyon tényleg extra volt. Tudott fejelni, rugni, cselezni, volt ezt a játékot. És szerelni is tudott, tényleg be tudott csúszni, meg mindent. Én csíptem nagyon. Aztán úgy rohamosan fejlődött fizikálisan is. Meg speciálisan játszott, ő szabadon játszott, széléről indultunk, tehát nagyon jó volt akkor, nagyon jó be lehetett illeszteni, mert én hagytam szabadon játszani, bizonyos megkötések voltak, de labdavirtoklásnál meg volt, hogy körülbelül merre kell neki mozogni, de azon belül aztán, amit akart, és ez nagyon jó, mert ő azért tudta, hogy mi a dörgés. És ez, na és aztán így elindultunk fölfelé, őszi elsők lettünk, az nagyon nagy Újpestet megvertük ott. Még az érdekes volt, csak azért mondom, hogy első ilyen Újpest meccsre készültem a Fradival. Hey, taktika megvan, ülni úton, jó, hát sok nehéz meccset már lejátszottam. Jövök ki, kilépek, 1500 ember. De hát azt ugye, hogy mit csináljunk velük, szétőket, meg egyből tordítottak minden, ezért mind nézek, mindenki sápat, mert tudtuk, hogy ha ott kikapunk, jövünk, ezek ugyanitt lesznek ezek a fazonok. Na minden, nyertünk. Hát aztán ott mi volt, nyilván, Havaj Dizsi, nagy ünneplés, és akkor itt tudtunk őszi bajnokok lenni, őszi elsők, ilyen, így mondom, és akkor az nagy igazolás volt, hogy jött a Szűcs Lajos. A Szűcs Lajos jött, akkor aztán utána már gyakorlatilag a fordulópontokon megfogta az Itzert, és akkor mindig rúgtunk egy-egy gólt. Tényleg jól játszottak, sokat futottak, verekedtek, harcoltak. A Debrecenben bebiztosított bajnoki cím után egy évvel ezüstérem következett, majd Csank János 2007-ben még szűk egy évre visszatért az akkor éppen a másodosztályba száműzött Ferencvároshoz. Korábbi nagy sikerét már nem tudta megismételni, de a mai napig szeretettel gondol vissza a zöld-fehérben eltöltött időkre, hiszen ahogy ő is mondja, megfordult sok helyen edzőként, Garami József után ő ült a legtöbb meccsen a kispadon az NB1-ben, két csapattal nyert élvonalbeli bajnokságot, de a Fradi mindig különleges. Nyilván, hogy a Fradi az kiemelt, tehát az azért az rangot jelent, mert azért emlékszem, egyszer mentem a József körúton, hát az óriás volt, lefelé tök sötétség, ugye ott ezek a fákot behajolnak, és akkor két nő ott áll, este megszól az egyik, azt mondja, nem akarsz beszélgetni? Megszól az egyik, megszól a sötétben egy hang, adjátok, ez a Fradi edzője. Hát, az óriás. Tök sötét volt, hogy honnan a túróból ismert meg a fickó, hogy én vagyok, az óriás. De mondom, hogy ez mindig más, tényleg egy Ferencvárosnál, hogy az ember Szlovákiába, például Szlovákiába mentem, mert Tószkeni, hát szédültem Rimaszombat, ott meg még jobban. Ott tényleg Szlovákiában ott megőrültek, ha megláttak. Tehát ez a Fradi, ott én azt mondtam, hogy Szlovákiában tényleg ötször nagyobb ilyen Fradi mánia volt, mikor megláttak, mint itt is. Jó, itt is látták, hogy ott vagyok, de a Szlovákiában ott lépte nyom, egyszer voltam ott kint egy ismerőse, azzal voltam, azt mondja, mi az Isten van itt? Mondom, hát figyelj, hát mondom, ez a Fradi, nem csak én mondom, én is mondom, de hát elsősorban a Fradi, hát nyilvánvaló, hogy addig is ismertek, mert voltam előtte is kint, mert megállítottak, de a Fradi után, hát az azért volt, hát az mérföldekkel többen állítottak meg. Hát ez mondjuk tudtuk is mindig, hogy a legnépszerűbb csapat, hát ezzel nincs baj. Éreztük mindig, hol az utálatot, hol a szimpátiát, de semleges nem volt. Az biztos, tehát a Fradi az nem semleges senkinek. Vagy szereti, vagy akkor Brahivól is löki neki a lakát. És ez jó egyébként. Én az ilyet csípem egyébként. A langyos vizet azt úgy nem szeretem.